egyelőre szavakhoz se jutok egyébként, nyilván lehetséges, hogy a hét meglepetését tudtuk okozni. Én nagyon-nagyon büszke vagyok, szenzációs munkát leműveltek a csajok. Egyszerűen élmény volt mögöttük állni, illetve szerintem kívülről is ezt öröm volt nézni, mert tényleg kiadták magukból a maximumot. Úgy gondolom elől és úgy gondolom hátul, és ez kellett ehhez a bravúrhoz. Azt hiszem, hogy egy csapat életében mindig vannak nagy győzelmek, ezt nyugodtan be lehet tenni ebbe a sorba. Így van, ahogy mondod. Én még mindig nem hiszem el, hogy egy Európa Ligás csapatot sikerült megvernünk. Tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, mert egytől egyig mindenki küzdött, védekezésünk szinte tökéletes volt, ez mögött a kapus teljesítmény tényleg Grétinek hatalmas elismerés. Aki a pályán volt, az mindenképpen ki akarta magából adni a 100%-ot, és én ezt úgy gondolom sikerült is. Ez egy győzelem óriási lökést adhat a csapatnak lélekben. Abban bízom én is, tehát hogyha ezt meg tudjuk csinálni, azt gondolom most egy gát áttörhetett, kiavítottuk talán a múlt hetet, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ilyet láthatnak majd még a szurkolóink. Vác után a Mosonmagyaróvárt is legyőztük hazai pályán, ha így folytatjátok, a Köfény Sportcsarnok egy katlan lesz ebben a szezonban. Hát ez így van. El is mondhatjuk, hogy mi leszünk talán a mumus csapat ebbe az idei szezonban.